Na csávoztok, sziasztok, én Norv vagyok, és itt vagyunk egy újabb lóerők harca videóban, és ebben a videóban a Turismo Air, a Vision, az X80 Proto és a Fúria lesz összehasonlítva egymással. Mondom is nektek, hogy milyen autókról mintázták ezeket a kocsikat. A Turismo Air az a LaFerrari-ról van mintázva, viszont az autó eleje az a Trion Nemesis, még a fényszórók az a GTA Spano-ra hasonlít, és az autó hátsó része szintén a LaFerrari-ra épül, bár a hátsó lámpák azok hasonlók, hasonlítanak a Parallel Magenta Evantra lámpájához, és a hátlapja az autónak, ugye hát a motorszatő lényegében, annak a formája az a McLaren P1-hez hasonlít, a diffúzor pedig a C7-es Corvette-re. Na akkor jöjjön a Vision. A Vision karosszéria az a Ferrari szerzi Competition Edition-re épül. Az autó eleje kicsit a McLaren P1-re hasonlít, és az autónak az oldalai az pedig a LaFerrari-ra épülnek. Akkor jöhet az X80 Proto. Az X80 Proto az a Ferrari F80 Conceptre épül, míg az a mechanikus légtere az a Ferrari FXX-re, és a diffúzor az pedig a Green GT Le Mans prototípusához hasonlítható. Akkor jöjjön a Fúria. A Fúria az a 488 Pista kocsira hasonlít, és van benne jobban az autó hátsó részén elé SF90 Stradella Ferrari Verda is, míg az oldal profilja és a fényszóró. A kerekek és a hátsó lámpák az pedig a Pininfarina Battistához hasonlítanak. Az első szívónyírások és az oldal szoknyák az pedig a 2017-es Lamborghini Huracán LPD 640-re hasonlít. A hátsó diffúzor az Aston Martin Vantage, és az érdekes, hogy a ajtónyírásra az pedig a Königsen autókra hajaz. Na hát mondom is ezeknek az autóknak az árát. A Turismo Air az 500 ezer dollárba kerül, a Vision az 2.250.000, az X80 Proto az 2.700.000, míg a Fúria az 2.740.000, trade price-a pedig 2.055.000 dollár. Gránát? Gránát. De a Fúria az nagyon erő. Az na, X80 így már egy kicsit élethűbb. Igen. Célárnyékot ne szoktjatok, mert az olyan... Azt is kikapcsoltam. Ja. Ja. X80, Gergő, meg én. Csúzor. Na és akkor jön egy verseny, hogy tereptéren belül ugye már itt van épített pálya is. Szóval innen is köszi Arkel. És ugye itt már lehet itt csapatni gond nélkül. Hát ugye, ahogy láthatatok a gyorsulás, mert az X80 volt elől, és a Fúria meg a Vision az azért az egy szinten volt, a Turismo Air meg ugye eléggé le volt maradva. Szóval ilyen téren érezhető, hogy a Turismo Air az egy kicsit más kategória, hát meg ugye árban is észrevehető ez. Ez a legolcsóbb autó a négy közül. Viszont a legjobban irányítható kocsi ezek közül szerintem a Vision. Az X80 meg a legrosszabbul irányítható Verda. Hát ugye ezt a Vision nyerte, de eddig az X80 áll elől. Na és akkor jön egy verseny az utcán. Ugye itt már nem okoznak gondot az autók, mert ugye nincsenek. Mert az utcán, szóval meggondolják a verseny. És ugye a Fúria itt is kilőtt. Van ugye az a kilőtt a gyorsulásnál is elég szépen. De ugye a X80-nak lehet, hogy problémái lesznek itt, mert az eléggé csúszkálós Verda. Itt ami a legjobban tapad az út, az szerintem a Fúria. Utána a Turismo Air, a Vision és az X80, szerintem így van ez sorrendben. De viszont azért lehet látni, az X80-nak van azért ereje. Az szépen megy. Ugye gyorsulásnál itt eléggé megyeket előre. Csak ugye hibázott. Ugye attól függetlenül, hogy nincsenek autók, hibák még előfordultak itt is. A Vision az viszont
tapad. De legjobban tapad a autó az egyértelműen a Fúria. Minden. Az útatások ugye az, ugye mondtam, hogy az X-80-nak az hát nem a legpatentebb, de összességében azért kezelhető autóhoz, szóval nem vagyok kell tudni fúzni, mert rejteni, mert szörnyű, hanem azért az egy kicsit vigyázni, és ott akarja figyelni, hogy merre megy vele az ember, mert azért nem mindegy. Hát ugye itt a Fúria nyert, de mindjárt kérdem nektek az erős sorrendet, hogy én mit gondolok erről. Na hát remélem tetszettek az a videó, hogyha így van, akkor csapassatok egy lájkot, iratkozzatok fel, csekkoljátok a leírást, írjátok autókat, hogy mik legyenek, legközelebb jövök vissza, sziasztok!